Békésen szunnyadt a szállás. A kora nyári reggelt madárdal köszöntötte. A rigó rászállt a lármafa tetejére, ott fújt a szédítő énekét. A sátrakon megcsillant a felkelő napsugara. Középen állt Árpád úr nagy díszes jurtája, bejáratát hófehér lókoponya díszítette. A tágas sátor mellett húzódott meg a többi kisebb jurta. Odébb a szolgák földbe vájt veremviskói, körülöttük lovak, marhák, kecskék és birkák legeltek. A falu közepén bővízű forrás bugyogott. Na de nem volt ez mindig így. A hét törzs vezérei a nagy vándorlás után nyílhúzás útján osztották fel az elfoglalt földterületet. Árpád nemzetségének, a Duna-Tisza közének homokos tája jutott. Amikor meglátták a pusztát, alább hagyott lelkesedésük. Sehol egy forrás, sehol egy patak. Mi lesz így az állatokkal, a lovakkal? És mi lesz a néppel? Az emberek méltatlankodni, majd panaszkodni, végül zúgolódni kezdtek. Árpád érezte, hogy valamit tennie kell. Hiába a sok ima, boldogasszony nem hallgatta meg őket. A vezér nem volt már fiatal, de még biztos kézzel feszítette meg az íjat, biztos kézzel hajította el a kopját. Félték is a szállás népei, az urak és a szolgák egyaránt. Szava törvény volt. Számtalan győztes csatát vezetett már, de most komoly aggodalmak gyötörték. Ha nincs víz, a népe szomjan hal. Elindult hát, hogy tanácsot kérjen az öreg táltostól. Kaszab sátra a szálláson kívül állt. Mikor a vezér belépett, a 100 esztendős öreg egy kopott gyékeny szőnyegen ült, és vak szemével a távolba révett. Az öreg isten elfordult tőlünk, nyitotta szóra fogatlan száját. Víz kell, különben hiába tettünk meg ilyen hosszú utat, itt veszünk mindannyian, és azzal világtalan szemét a vezérre emelte, hogy Árpád beleremegett. Segíts felállnom, nyújtotta csontos kezét. A táltos egyik kezét a vezér vállára tette, a másikban faragott botját tartotta, úgy lépett ki a sátrából. Ruháján madártollak, fején ökörkoponya. A hátára vetett tarisznyában csodaszerei, italok, gombák, s minden egyéb, amik a csodatevéshez kellenek. A mívesen faragott lármafához ment, öreges léptekkel körbe táncolta, miközben ütemesen verte dobját, s érthetetlen szavakat motyogott. Az emberek távolabbról figyelték a szertartást, a gyerekek az anyjuk szoknyája mögé bújtak. Kaszab addig járt a táncát, amíg révületében összeesett, s dobja messze gurult. Egy álló napig feküdt a homokban, szájából nyál csordogált. Mikor magához tért, Árpád segítette fel. Fejedelmem, szólt a táltos rekedten, add ide a kardod, amit annyi dicsőséggel forgattál a honszerző csatákban. Árpád úr kihúzta ősi fegyverét, és az öregnek nyújtotta. Kaszab két kézzel megmarkolta, s a magasba emelte. Eddig vér hullott utána, most vizet fakasszon, kiáltotta, és azzal a kardot teljes erejéből a homokos földbe szúrta. Az emberek szájtátva figyelték, egy pisztenést sem lehetett hallani. Az öreg újból érthetetlen szavakat mormogott, aztán egyszer csak iszonytató hangon felüvöltött, világtalan szembogara csak nem kiugrott a gödréből, majd hirtelen kirántotta a földből a kardot. A nép felhördült. A kard nyomán bőséges forrás bugyogott fel a mélyből. Ha, a vizek vize, nyögte a táltos révületében. Árpád véreinek örökké folyjon. Az emberek mohón kortyolták vizét, s miután csillapították szomjukat, megállapították, hogy ilyen finomat még soha nem ittak. A forrás azóta sem apadt ki, még a legnagyobb szárazságban is untotta bővizét. Közben évtizedek és évszázadok folytak bele az idő tengerébe. A tehetősebb kecskemétiek kőházakat építettek és villannyal világítottak. Az emberek, ha messzebbre utaztak, vonatra szálltak. Az 1910-es években még működött a kaszab kútjának nevezett húzós kút. Vízéről azt tartotta a nép, ha egyszer valaki iszik belőle, akár idevalósi, akár messziről jött, az ízét soha nem felejti, s mindig visszavágyik rá, bármilyen távolra fújja is a szél.